videó lesz után. Folytatjuk a Phoenix Fight Észre-Törni Justice for a harmadik epizódját. Most jött a második per első rész. Ezután ki kell hallgatni Acro-t. December 39, óra 41 perc. Defendant Log. Jó reggelt, Max! Mindig ilyen ideges volt, amikor meghallgatás előtt volt. Tihi! Ne egy ideges! Van itt egy... Van te! Hát, Regen szélesélt ide, de nem fog ölni neki. Szóval boss költelt ide. Ilyen bemutató ez repül. Hát a lány nem tudja, nem fogja fel, hogy egy tárgyalt ellenben nem repülhet. Itt az ide kényedő függő. Ezért nem megváltozott. Van fél. Van egy korai madár. Elkap egy férget. Ez hülyeség, igen. És hazud magával egy tény. Úgyhogy vagyok. Az igazi bűnzővel szállsz. Ez bizonyan Acro. Már Bolt is azt gondolja, hogy ő a tettes. Ezért minden áron. Meg fogja akadályozni, hogy kívülsz. De ez nem lesz könnyű, mert bizony... Mert nálam nincs olyan bizonyíték, amit felhasznál. Hát úgy tűnik nem tudnám őt kikérdezni, ahogy csináltad. Hát úgy tűnik a bizonyítékkal kell majd lemutatni, de sos, amire szükség van, az nem, nincs nálunk. Hát Reginának fontos lenne, hogy ezt láss. Tehát nem fogja fel, hogy milyen hibát vétett még régebben. Itt az idő, hogy valósággal szemben nézd. Szóval ezek küldte ide, hogy felfogja, mi a valóság. Hát tudnia kell az, hogyha meghalnak emberek, akkor nem csak sztár. De ő nem hisz abban, hogy sztár lesznek a mennyben. Phoenix Wright és Maya Fey Connor Francis Cavan Karma. Az ügyész készen áll. Az ügyvéd készen áll. Egy új szemtanú van, de... Aki látta a Max Galacticát, hogy repül.
most talán nem magyaráznám, hogy hogyan repült. Hát ez hihetetlen. Milyen hülyék ezek, hogy jövőjünk. Hagyják, hogy bejöjjönnék, madarak. Neve Ken Dingling, de úgy hívják Akro. Akrobata volt a cirkuszban. Vagy hol volt este? A szobájában. Szóval itt lenne az a hely, ahol Akro szobája lenne. Van sok volt látott. A szobájában pihent. Egy erős ütőzajt hallott. Az avakról látott valaki repült. És az Max. Tehát úgy nézett ki, mint Max. Azt hitte, hogy álmodott. Hát egyezik azzal, amit Bolc is mondott. Hát akkor nem kéne hozzáadni ez az ügyészhez, ha ez ügyésznek semmit, hogyha ez igaz. De előtte még ki kell, kezd kérdéseket. Jédi nem hagyja abba az ostobázást. Hogy van egy probléma a szemtom vonalását. Hát nem, hazudik. Tehát elmondás. Álljunk csak. Ebben nem lehet elmondani. Fény, ki van kapcsolva akkor, nem? Nem, még hogyha ki van kapcsolva a villany, akkor is jól tudta látni az alak ezt. Hát fény kívülről lehetett látni. Hát nem látta a fehér óság. Hát a köpeny meg a kavott szintén. Keviselj. Itt bűzlik valami. Várjunk csak! Hát van tippem, hogy melyik lehet a válasz. Hát bizonyítékkal kell tenni.
Igen, viszont van egy kis probléma. Hát kétféle tippem van, vagy ez, vagy ez. Az a helyzet, hogy tudom a kérdésre a választ, mert hát a bűntén ez a bűntén helyszínén volt. Hát az nem létezik, hogy ez repült volna. Viszont ha az le volt esve, akkor nem lehet, fölfelé már nem lehetett látni. Úgyhogy vagy ez, vagy ez. A kalappal van a gond. Hogy látom meg fején. Na itt egy elmondás. Akkor le kellett volna nézni az ablakon. Hát nehéz is lett volna. Ezt kell még kifáltani. Hát azt megtaláltuk a bűntény helyszínt. Ez megszép volt. Hogy két kalapja volt. Ez csak Max által volt készítve. Hát ez lebiztosan nem lesz. Talált egy elmondás, mi szíves. Hát kinyitottam a számot, de bizonyára mondom a elmondás. Na akkor sosem be kell vallanom. Ez nem lehet helyes válasz, hogy ez sem, nem álmodik. Ő a tettes. A védelem megvádolja Akro, magát Akro. Tehát, hogy öljék ott meg Russell Berryt. Hogy komoly vagyok-e? Ne halálkozz! Hogy nézzek rá? Elég nyugodt, és nem is miattal nem is fél. Nem, ez nem véletlen. Csintesik a madarak! És nem is érzik. Nincs itt mondania. Hogy nézzek rá. Nem tud felállni. Ez igaz. Hát érti, hogy próbál segíteni a kliensnek. Egy nevetséges. Mit vattatok, baszki? Aj, mi van már? Hát nem lett volna elég. Nem ahhoz, hogy jöjjön, de... De valahában ez nem igaz. Mert nem is kellett hozzá le erőt. Szerintem akkor volt egy bűntársa. Hogy volt egy bűntársa a krónak? Hát nem.
Ezúttal nem. Nem tás. Ő maga követte a gyilkosságot. Na hát most meg kell mutatnom akkor, hogy követhette a gyilkosságot Russell Berrien. Meg tudnám oldani? Nem állíthatok meg. Hogyha megállok, akkor beszokta. Hát, hogy ő a tett, és akkor hazudok. Tehát, hogyha... Amikor a büntény történt, akkor hol lehetett ezt eddig? Hát nem lehetett a Lodging House-ban, biztos. Take that! Még egyszerű. Hát nem is tudott volna levenni a... Nem is tudott volna kimenni a hóba. Egy válasz van erre. Nem hagyta el ezt a helyet, hogy megölje a ringmestert. Hogy megölte! Érdekes elmélet. Ez minden? Lehetetlen, hogy meg... hogy így legyen. Hát mivel tolószékes, így nem tudott volna a gyilkosságot elkövetni. Tehát a bóc azt mondta, hogy láttam egyszer. Hogy repült. De az is lehetetlen, hogy egy ember repülhessen. Mi a kérdés? Hát érni el úgy kell. Hogyan nőhette meg? Hát nem vehette fel Max kosztümjét. És hogy tehette? Hát óvatosnak kellett lennem. Nagyon el kell gondolni, hogy mit mondok. Hát az biztos, hogy te meg, de... És ott is, hogy a szobájában. Várjunk csak! Van egyáltalán bizonyíték? Emlékezzünk vissza. Ja, persze. Ezt még nyugodtan meg tudom nézni. Ja, az még egyelőre nem lehet. Ez nem lehet, az ez sem lehet. Nem hiszem, hogy az boncolás az ad választ rá. Ah,
álljunk csak, talán ezt kéne megmutatni. Mert viszont pászoljuk, meg kell mutatni. Így biztosan meg tudok mondani. Na, jó, mutatok. Hogy mit használt? Ezt! Take that! Egy kép. Ami a képen van, az kell, hogy a bizonyíték. Tehát ez a szobor. Egy nehéz szobor. Még könnyedén halált tud okozni. És hogyha... ha, főleg akkor, hogyha a halmi kemeltő zuhan. Tehát ezzel ölte meg a ringmestert. Gravitációval. Szóval a szobor esett le a ringmester fejére. Még hogyha a tószékben vagy, még akkor se következő. Hogy lehetetlen? Tiltakozom! Akkor egy akrobat. De még tudta volna a lábán tartani azt a szobrot. Na, milyen válaszod? Nem tud mit mondani. Áú! De mi az? Mi van? Ez egy tanú állapot, égési állapot, vagy számít? Ez itt... Valást akar. Már ez van fél csapda is lehet. Tiltakozom! Hát ez egy jól próbálkozom. Ha tessék, mit te bírálj! Na, azt a lápotál kéne beszélni. Hát bizonyára ledobhatta azt a szobrot, mert tehát kemény teste volt, még akkor is, hogyha meg sétalálva. De nem tud lenézni. Mert ügyesen el akar tolni. Még azt se tudja, hogy hol lehet a ringmester fel. Hát van bizonyítékom. Mit gondolok ezen? Még el is kell egy kérdéseket tenni. Ez szégyenletes. Nem hagyhatom, hogy egy győzzél.
Még ha nem tudja, van bejzolítikom rá, úgyhogy itt az idő. De lass... Jaj, várjunk csak! Jó, akkor. Objection! Akro. Neked nem kellett tudnod az, hogy hol van a ringmes fején. Hogy miről beszélek? Tudtad, hogy az időt, amikor a ringmester a bünti helyszín... Pontatlan? Oh. Bizonyíték? Magyarázom-e? Na, ennél a doboznál van az ellentmondás. Ezt akarta éppen a ringmester felemelni. Az a kérdés, hogy azt a doboz kitette oda. Amikor látták a ringmestert, nem láthatták azt a dobozt. Ami azt jelenti... Tehát ez a doboz régen ott volt már. Kista tiszta a kése a válasz. Tehát, hogyha az a doboz ott volt, akkor ez kiválott szép pont arra, hogy tudjuk, hogy mikor lehetett támadni. Tehát ezért tud a pontos célzást tenni, hogy ahol a doboz van, ott tud könnyű találtat tenni a fejére, BAM! Hogyha már itt van alatta a doboz. Hihetetlen bizony. Nem szalmos leány. Ez a kérdés, hogy ki kérdette oda azt a dobozt. Mert kötélre volt szüksége ahhoz, hogy azt a szobrot megtartson. Áú! Hogy mészad? Áú! 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 Mester fel bárhol lehetett. Hát amikor próbálta felmenni azt a dobozt. Mit képzel? Ezért volt az a doboz különlegesen készítve. Hát itt a kérdésre válasz a sú. Ez a doboz nagyon nehéz volt. Hát... 20 pontos lehetett állítól. Csak felemelni azt a dobozt. Azt csak testtel lehetett volna felemelni. Nagyon, és nagyon nagy is. De hát bárki is, hogy a fejed ugyanaz.
Hallotta azt, amit hallani akart. Úgy mondani akartam. Na, de igen, sokkal na, kibetűnjük. Hát nem tudtam volna ezt. De még akkor se, hogyha akartam volna. Jó, helyszín? Nem emlékszem. A kafetériában volt még korábban. De mi történt be? Tehát nem vagy, csak nem tudott volna a Lodging House-ba menni. Ami azt jelenti... Ő nem hozhatta ide. De hogyan szerezhette volna meg a kafetériába? Tehát ez a kérdés. Ezt kell elmagyarázni. Hát nem volt kintársa, hát... És hogy vihette magával azt a szobrot? Értem, hogy jelezed. A kérdés a válasz... Ez a majom. Take that! Mindenki ismeri Mali-t a majomot, és szereti a ragyogó dolgokat. Hát ő lopta azt a gyűrűt. Nem parancsolta a majomnak, hogy lopja. A majom maga lopta el. És az, amit te akromod. Mani akró szobájában él. De az a szobor bronzos volt. És a bronz nem olyan ragyogó. OBJECTION! Hát el kell olvasni azt a... azt a bizonyítékot. Hát... ezek a kártyái vannak itt. És ez Platinumból van. És az a ragyogó, szóval ezért vitte. Akkor... Mani egy erős majom, ugye? Tehát neki könnyű lett volna elhozni a szobát. De most hol van az a... szobor. Nem tudja. Keresték. Hogy ön nem loptunk. Akkor mi vált az ügyben? Úgy tűnik, hogy fegyver. Lehet, hogy megvan a ti gyilkos fegyver. De Maja szerint ez lehet a gyilkos fegyver, ez itt. Ami balesetből volt használva. Hát talán akkor láthatta az ellopott tárgyak között és gondolta, hogy ez így felhasznál. Na lehetséges, hogy akkor lehet gyilkos.
Most még mi van? Még egy dolgot elfelejtettem. Szóval, hogy rajta kaptál. És mi a válasz? Te a két személy lehetett itt, de az lehet, hogy mégsem kettő személy volt. Tehát ha a boss látta, hogy ki a gyilkos, akkor ki volt az? Hát a kérdésre a válasz... Úgy vélem, hogy... Háú! Te hülye! Bicsó! Hogy a bizonyos... Tiltakozó! Hát ennek van kérdés, ez van mi köze. Hát láttam egy száj. De az embert nem láttam ennél semmi. Tehát nem embert láttam. Hogy lehetséges? Egy gyilkos, a gyilkos fegyvert látta a bohóc. Objection! De hogy került oda azok... Az a kérdés, hogy azok köpei, hogy került oda? Valaki bizonyára beletehet. Vagyom... A köpei belekerült abba a gyilkos fegyverbe. Úgyhogy, hogy került oda az a köpeny? Ezért is fontos kérdés. Hát, van egy tippem. Remélem ez lesz az. Take that! Ő? Ez hogy átszott lehet? Nem tette a gyilkos fegyverre a köpeny. Akkor mi történt azon az este? Akkor kötélre volt szüksége, hogy... Hogy azt a dobozt letegye a büntény helyszínére. Aztán... Aztán rátette azt a gyilkos fegyvert is később... Hogy pontosan tudjon célozni. Tehát a szobájából dobhatta le azt a... Azt a gyilkos fegyvert, ami alatt volt az a doboz. De a ringmester mondta a Maxnek, hogy várjon a szobában. Tehát ő volt a büntény helyszínén. De akkor Max kosztumjében volt. Bizony nem akarták, hogy felismerjél. Bárki. De bizonyára már le volt bukva. Hm.
hasbeszélő is trió által bizonyára. Most ők vették észre. Na, amikor megérkezett a ringmestere a bünti helyszínére, akkor bizonyára már letette azt a dobozt. És akkor volt itt lehetőség Akronnak arra, hogy elengedje a kötelet. És ekkor így történt a varázslat. És amikor fejére esett az a gyilkos fegyver, bang! És akkor vázlatnál kiesett a hátára az a köpeny, és úgy került bele a gyilkos fegyverbe. Korai idő. Cirkuszok még nincs vége. Szóval ez az, amit láthatott a két előző szemtanú is. Tehát így láthatták a gyilkos fegyvert, de az a köpeny csak balesetszerűen kerülhetett a gyilkos fegyverbe. Amikor a bossz látta az ablakon, akkor a gyilkos fegyverben volt a köpeny. És ő emelte fel azt a és akkor emelte fel azt a gyilkos fegyvert. De azt nem tudta, hogy Mól látta azt a szobrot. Szóval nem csoda, hogy nem vette észre, mert a köpeny eltakarta. De mivel tolószékes volt Akro, ezért nem láthatta, hogy az áldozat volt a képben Russell Bering. És csak úgy egyszerűen felemelte. Kötél el a gyilkos fegyvert. És ezért most Russell Bering köpenye már eltűnt. Tehát ilyen volt a varázslatos gyilkos, aki eltűnt az ég. Tehát most már tudjuk, hogyan történt a gyilkos. Tudjuk, hogy ki követheti azt a gyilkosságot. De... Hogyha tündérmesém igaz-e? Azt mondom, tudom, igaz volt? Ez két dolog fontos, a bizonyíték meg az ő ostora. Megint le akar ostorozni, hogy pisztolj. Hát ez ne felejtsük el a kalapács cserét is. Igen. Én csak azt magyaráztam el, hogyan történhetett a gyilkosság. De ma valóban kell, hogy legyen valami, ami ellenmondásos. Amiatt még ez ellenmondásos lehet. Tehát még egy ellenmondást kell találni. Hát egy, remélem, hogy és az elméletem, ez nem lehet, ez sem lehet.
Ez sem lehet, meg ez sem. Ez sem, ez sem. Így ez sem. Így ez sem. Egy kérdés tudom választ. Tegyed! A probléma Max Harm szimbólum. Hát két ellentmondás volt a bóc valomásában. Az egyik a kalap volt, a más pedig a fehér rózsa. Hogy fogjam, ne? Mert kalapja a bütén helyszínén volt leesve. De amit Mo mondott tegnap. Azt vallotta, hogy a bűnöző felszállt a kalappal együtt. Tehát egy magyarázat. Tehát ezt láthatta volt a képen a bohó. Tehát egy kétféle kalapba ötözött. Egyik ami Max kalapja, más pedig a szobor kalap. A másik elmondás. Nem tudom, hasbeszélő mondom. Hát észrevette azt a fehér rózsát. De... A bolt szóval nem egyezett. A bolt azt mondta, hogy nem volt rajta fehér rózsa. Mi a magyarázat erre? Ezt is el tudom magyarázni. Amikor elmondtam, hogy hogyan történhetett a gyilkosság, hát látjátok, hogy az zuhant oda? Ez fordítottan történt. Hát oda repülhetett véletlenül. Tehát fordítva történhetett, ezért nem vehette észre a bolc azt a fehér rózsát. Szóval ezért nem látta a bolc. Mert fordítva volt. Itt is nem volt látható. Ez egy sokk, az biztos. Hát nem fogja a tő között, mert mindig mosolyog. Hát egy a felmérhető. Hát jól alkothattuk a célt. Már csak egy dolog volt hátra. Miért akartam? De elég dicsérő. Elég tisztelt. Hát, hogyha kedves lenne hozzá, akkor nem ölné meg. Darkroll sztória. Kéne még arról, hogy milyen kapcsolata volt a ringmester. Abból kellene megtalálni az eltűnt. Mert ez biztos, hogy tisztelte a ringmestert. Hát ez úgy még nem zárult le. Most pihenőt kell tartani. Tehát 10 perc szünet lesz. Folytatjuk. Jó, srácokat egyszer iratkozzatok be a csatornám, és nyomatok egy lájkot, és
következő rész Justice for a harmadik epizódját, és majd kijátszom a négyik epizódot később. Úgyhogy sziasztok!